Szeretettel üdvözlök mindenkit, most megmutatom, hogy készül a klasszikus sós teasütemény. Egy tálba kimértem 30 deka lisztet, ehhez teszek egy csapott mukkáskanál vagy egy mukkáskanál sót, attól függ ugye, hogy majd milyen sós az a sajt, amit hozzáadok. Ezt egy picit elkeverem, mindig ugye a száraz anyagot a száraz anyaggal elkeverve vegyül el tulajdonképpen a legjobban. Hozzáadok 20 deka kis kockákra vágott vajat. Azért vágtam kis kockákra, hogy minél könnyebben, gyors mozdulatokkal el tudjam morzsolni a liszttel. Fontos, hogy a zsíradék ne olvadjon meg a kezünk melegétől. Úgyhogy ezért próbáljunk a lehető leggyorsabban dolgozni velem. Mondjuk az nem kell annyira kapkodni, de mégiscsak amennyire lehet. És ehhez a masszához összesen, amit még teszünk majd, egy tojássárgájával, 15 deka reszelt sajttal. A reszelt sajt tulajdonképpen mindegy, hogy milyen, csak kedvünkre való legyen. Az se baj, ha egy része füstölt sajt. Mondjuk az kifejezetten szerencsés, hogyha egy zsírosabb sajtról van szó, hisz az akkor garantáltan el fog olvadni majd a tésztában. Ezzel már is megvagyok, tehát ez nem egy olyan ördöngös művelet. És az előző hozzávalóknál, felsorolásnál még nem jutottam oda, hogy mondjam, egy deci tejföl kerül még bele. Ennyi az egész. Gyakorlatilag elkészült, ilyen finom morzsalékos lett a massza. Ehhez hozzáteszem akkor azt az egy deci tejfölt, amiről beszéltem. Kerül még hozzá egy tojássárgája. Úgy. És 15 deka reszelt sajt, és ezzel most én egy egynemű tésztává gyúrom ezt az egészet. Utána ezt én beteszem a hűtőbe, és ott egy olyan 10-15 percig pihentetem. A hűtőből kivettem a tésztát, éppen csak azért kellett, hogy egy nagyon picit meghúzzon, azért kellett betenni a hűtőbe. A következő lépés, hogy egy vágódeszkára borítom, és a vágódeszkán lapítom el magát a tésztát egy olyan 20x25 centisre, ilyen, hát mondjuk úgy, hogy egy jó újnyi vastagságúra. Utána újra beteszem a hűtőbe, de már 2-3 órára, azért, hogy teljesen megdermedjen, megkössön benne a zsíradék, és akkor fogok tudni vele elkezdeni majd dolgozni. Tehát ez most egy kifejezetten lágy, zsíros tészta, de ilyennek kell lennie, ez a jó állag, és pont azért pihentetjük, hogy ezt az állagot meg tudjuk őrizni vele, és úgy tudjunk vele dolgozni. Tehát ebbe több lisztet nem szabad belegyúrni, még hogyha úgy ránézésre ezt úgy szeretné is. Azt nézem, hogy körülbelül azért sikerült egyformára nyújtani. Még egy utolsó simítás, hogy lehetőség szerint egyformácska legyen. Így. Egy felvert tojással a tetejét lekenjük. Sőt, valószínű, hogy nem is kell egy egész tojás hozzá. Ahogy lehet látni, mert hogy ez egy picike tészta. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy egy fél tojás elég. Így. Az, ha lefolyik róla, az nem érdekes. Úgy se kerül felhasználásra. A tészta tetejét a villával berácsozzuk. Így. És ugyanazzal a mozdulattal, mint ahogy kivettük, megy be a hűtőbe 2-3 órára. Ennyi az egész. Pihent a tészta egy olyan 2-3 órát, lehet látni, hogy már egyáltalán nem lágy, tehát a zsíradék megdermedt benne. Innentől kezdve szabadon választod, hogy hogy dolgozunk vele. Tetszőleges csíkokra vágjuk, kockákra, rombuszokra, kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval, tényleg teljesen mindegy.
A lényeg, hogy azért egyforma nagyságú darabok legyenek belőle, hiszen úgy sülnek meg majd akkor egyformán. Úgyhogy ennek szellemében én szerintem most csak csíkokat fogok készíteni, vagy lehet, hogy éppen kockákkal, mert azok mégiscsak úgy egy falatra könnyebben bekaphatóak. Az, hogy mi kerül a tetejére, megint teljesen szabadon választott. Mehet rá egész kömény mag, mehet rá mák, egész mák szemek. Ugye lehet azzal díszíteni. Mehet rá lenmag, mehet rá szezámmag, mehet rá sajt. Természetesen nem sikerült tökéletesen úgy vágnom, hogy egyforma legyen, de az, ami leeső rész, az azért jó, mert rögtön sütés után le tudom tesztelni, hogy milyen lett. Tehát ilyen helyes kicsi formákat gyártok belőle, de még egyszer mondom, teljesen tetszőleges, hogy milyen formákat készítünk, illetve vágunk belőle. Jó. Mondjuk a végét se fogjuk kidobni, ez majd látható lesz. Tehát akkor gyorsan felszórom a tepsire. A klasszikus sós teát 180 fokon sütjük 18 percig, és gyakorlatilag ennyi. Na jó, azért, ami olyan nagyon apró lett, azt majd külön fogom megsütni. Tartva magam ahhoz, amit mondtam, hogy ugye az egyforma darabok sülnek meg egyenlő idő alatt. És már is a tetejére akkor némelyiknek sajt kerül, meg szezámmagot készítettem ide ki magamnak, ez volt éppen kéznél. Ez egy ragyogó vendégváró sütemény. Ha az ember beteszi a mélyhűtőbe, akkor bármikor előkaphatja, hogyha éppen szüksége van rá. Tehát ha valaki váratlan toppan, akkor csak előkapja, dolgozhat is vele. Most ezekből a kicsikből úgy fogok csinálni, hogy így összenyomom, és ez lesz majd a lusta szakácsé. Hey. De mégsem ment veszendőbe sem ennyi. És akkor nézzük. Először gyorsan eltakarom ezeket, amik nem sikerültek, mert erre nem vagyok olyan büszke. Új. Na. És akkor most már kihúzott háttal nyugodtan állok neki dolgozni, tehát akkor jöhetnek a többiek. És már is teszem be sülni.